Mit igazolnak a tudományos kutatások, és mit nem? Volt olyan hozzászóló is a Szerves Germániumos videómhoz, hogy így a kutatók és úgy a kutatók, meg a kutatások. A TED.com, nem tudom mennyire ismerős neked ez a weboldal, ott ilyen negyedórás, 20-25 perces videókat láthatsz különböző témában. Ott van egy olyan előadás, amit egy Ben Goldacker, ha jól eltem a nevét, ide fölírtam, így kell leírni. Ő tartotta ezt, aki egy orvos. És arról beszélt, hogy ő egy nagyon lelkiismeretes orvos, és mielőtt felír egy betegének egy valamilyen gyógyszert, szeret utána nézni, hogy milyen kutatások igazolják, hogy ez a gyógyszer jobb, mint esetleg egy másik, egy korábbi gyógyszer, vagy egy hasonló gyógyszer. És addig-addig kutatta, amíg rá nem jött arra, hogy ugyan van egy olyan szabály, hogy minden kutatást publikálni kell, de 5-ből 1-et publikálnak. Mégpedig ez úgy történik, hogy ha egy kutatás, de minden kutatást finanszíroz valaki, jellemzően valamilyen gyógyszergyár, és hogyha a kutatás azt bizonyítja be, hogy ez az új gyógyszer, ez semmivel nem jobb, mint a korábbi, vagy esetleg még rosszabb is, akkor az a kutatás, annak az eredménye nem fog megjelenni. Ez konkrétan abban az esetben történt, amikor szívroham után automatikusan adták a szívritmus szabályzó gyógyszereket, hiszen nagyon sok esetben erre szükség van, blablabla. Bla, bla. És volt egy ilyen kutatás, amelyik sajnos bebizonyította, hogy körülbelül 10-szer annyi ember hal meg a szívroham után, hogyha kapja automatikusan ezt a szívritmus szabályzó gyógyszert, mintha nem kapja. Tehát nem szabadna nekik adni. Ennek a kutatásnak az eredménye nem jelent meg sehol. És aztán más gyógyszergyárak is elkezdtek ilyen hasonló kutatásokat végezni, hasonló gyógyszereket adni, stb. És ez az orvos, ez a Ben, azt állítja ebben a videóban, hogy 100 000-rel több ember halt meg így, szívroham után, mert tök fölöslegesen kapott egy olyan gyógyszert, ami igazából nem is használ, hanem árt. És egyszerűen az a szomorú valóság, hogy azok a kutatások, amik nem azt bizonyítják be, amit aki pénzeli ezt a kutatást szeretne, hogy bebizonyítson, azok a kutatások nem lesznek publikálva. Tehát gyakorlatilag be vagyunk csapva. Úgyhogy ha te a kutatások alapján szűrsz le igazságokat vagy hazugságokat, akkor baromira mellélősz, mert körülbelül a 3/4 a kutatásoknak nem jelenik meg, mert nem az bizonyítja, amit szeretnék, hogy bebizonyítson. És akkor még bele sem mentünk a propagandába, jó? Tehát legyél egy kicsit tartózkodó a hivatalos kutatásokkal, amit bizonyítanak.